Filmszínésznek igen, rendezőnek már kevésbé lelkesen fogadták a nőket a 20. század első felében. Bár Leni Riefenstahl náci propaganda filmjeivel kivételnek számított, a 20. század 60-as éveikig kevés hölgy ült rendezői székbe, akkor is csak elvétve. A helyzet most a 21. század derekán sem sokkal rózsásabb. A női rendezők még mindig alul reprezentáltak az európai filmgyártásban. Csupán minden negyedik aktív filmrendező nő. Sepsi Szentgyörgyön az Éva Filmmakers Festen ezt a hátrányt próbálták előnnyé fordítani. Az egyhetes filmfesztiválon női rendezők, forgatókönyvírók és esztéták a főszereplők. A férfiak ez esetben háttérbe szorulnak. Pont egy pozitív diszkrimináció, mivel én úgy tartom, hogy az összes más filmfesztivál férfi rendezőkről szól, akkor megengedhetjük magunknak, hogy bevállaljuk azt, hogy legalább egy filmfesztivál Sepsiszentgyörgyön szőjön a nőkről is. Valami baj van? Szerelmes vagyok. Akkor baj van? De vajon a közönségnek számít-e a nem? Női filmet rendeznek-e a nők, férfi filmet a férfiak? Goda Krisztina leginkább közönség filmjeiről ismert, első nagy sikere a Csak szex és más semmi című vígjáték volt, és jelenleg ő az egyik legtöbbet dolgozó női filmrendező Magyarországon. Én nem hiszek ebben, szerintem olyan témák vannak, ami bizonyos személyiségekhez, emberekhez, az ő érdeklődési körükhöz passzol. Női témák, női filmek szerintem nincsenek. Az, hogy egy bizonyos női érzékenység látszik egy-egy filmen, azt néha látom, amikor mondják, de alapvetően vannak férfi rendezők, akik hasonló érzékenységgel rendeznek. Lázár Prezsmer Endre másképp gondolja. A filmrajongó férfi évtizedeken át vezetett filmklubot Sepsiszentgyörgyön, most a mozi programjáért felelős, és kifejezetten vannak kedvenc női rendezői. Igen, van egy ilyen kicsit másság a filmjeikben, ami annyira nem leírható, megfogható, de van egy... Tehát olyan kis részleteket mutatnak meg például, vagy olyan szemszögből, amit úgy érzékelek, hogy férfiak nem... Tehát a férfiak másképpen mutatják meg ezeket a dolgokat. Tehát van különbség, igen. Divinyi Réka, forgatókönyvíró. Divinyi Réka, forgatókönyvíró, dramaturg, Goda Krisztina állandó alkotótársa. De természetesen saját projektjei is vannak. Személyességben hiszek, tehát hogy talán mondjuk olyan van, hogy női érzékenység, vagy vannak bizonyos témák, amikhez talán egy nő másképpen nyúlna, mint egy férfi, vagy esetleg egy nő adott esetben jobban rá tud hangolódni egy bizonyos témára, de alapvetően abban, hogy női film, abban nem igazán hiszek. Nyilván van olyan film, aminek inkább a közönsége sejthetően nő, akár szintén ugye a témájánál fogva, lehet, hogy ilyenkor nem hát rány, hogyha egy nő rendezi, vagy egy nő írja, vagy egy női lélekkel megáldott férfi rendezi, vagy írja. Hogy mi az igazság, arról talán a legjobb, ha az Éva Filmmakers Festen a nézők maguk döntenek, hiszen egy teljes héten keresztül válogathatnak a női rendezők filmjei közül. A vetítéseket mesterkurzusok, közönségtalálkozók és koncertek színesítik. És ha a fesztivál hatására nem is lesz több női filmkészítő a pályán, az esemény remek ösztönző erő lehet minden nőnek. Egyfajta megerősítés, hogy a magánélet, a család és az alkotás igenis összeegyeztethető. Anna Mari!